Hát sziasztok! State of the Art Engineering Management. Jelentsen ez bármit is, de minden esetre úgy, ahogy én képzelem. State of the Art mit jelent? Mindenkinek egy kicsit más. Amit tudok ígérni, hogy fogok egy jó pár dolgot elmondani, hogy szerintem mi ami jó és mi az, ami nem jó. Nem lesz itt sem kódolás, nem lesz itt sem semmi kódsor, semmi ilyesmi. Amit még szeretnék mondani az, hogy ha én ezt az előadást inkább úgy képzelem el, mint egy beszélgetés. A sör az már megvan hozzá, tehát hogyha valakinek bármi kérdése van, nem ért egyet, kifejteni a saját véleményét, szakítsatok nyugodtan ketté, akár fizikailag is, és akkor tudunk róla beszélgetni. Mert nincs egy igazság, nincs silver bullet itt sem. Szász Zoltán vagyok, mint ahogy olvashattátok. Alapvetően mérnöknek tartom magam, van mögöttem egy 15 éves fejlesztői múlt, mindenféle dolggal foglalkoztam. Az utóbbi jó pár évem az product managementtel és engineering managementtel telt, és szoktam menni mindenféle helyekre, cégekhez, kicsikhez, nagyokhoz, magyarokhoz, külföldiekhez, és akkor ott beszélgetünk, és alapvetően technikai dolgokkal szoktam foglalkozni, de az esetek legnagyobb hányadában visszavezethetők a technikai problémák kulturális problémákra, ezért fontos szerintem erről beszélni. Ki emlékszik az agilis kiáltványra? Ki nem van meg? Jó, végig megyünk. Nagyjából 2001-et írunk, egy új évezred. Mindenki szép és jó világképe volt már most ebben az évezredben, amelyen megváltjuk a világot. Sajnos a dolgok jellegi állása szerint azért ez nem teljesen így van. Minden esetre pár ember megtette a saját kiáltványát, megszületett az Agile Manifesto, amiben elmondják, hogy hogy szeretnének szoftvert fejleszteni, mik azok a közszabályok, amik mentén el lehet képzelni egy state of the art software developmentet. Azért elég nagy nevek voltak a kikiáltók között, így a teljeségigénye nélkül Ken Beck, Uncle Bob, Martin Fowler, tehát egy rakás ember, akinek így elhiszik, hogy ők tudnak szoftvert fejleszteni, és érdemes rájuk figyelni. Így egy kis recap gyanánt így menjünk végig az agilis kiáltványon, tehát gyakorlatilag arról szól, hogy az egyéneket és a személyes kommunikációt előnyben részesítjük, minden esetben előnyben részesítjük a módszertanokkal és a meglévő eszközökkel szemben. Az eszközök azok mindig változnak, projekttől függően változnak, nyelvtől függően változnak, de az mindig változik, de maga a hozzáállásunk, az, hogy beszélünk és kommunikálunk és megértünk, annak nem szabad, hogy változzon. A működő szoftvert mindig előnyben részesítjük azzal, hogy a szoftverünkről legyen dokumentáció, és igazából ne is szoftver legyen, hanem dokuver legyen, mert a szoftverek legnagyobb hányadát azt láttuk, hogy leginkább dokumentáció formájában létezik, és soha nem készült el belőle semmi lényege. Nagyon fontos a kiáltványban az a pont, hogy mindig a megrendelővel akarunk együttműködni, hiszen ő hozza az igényeket, nála van a business need. Mindig az ő problémáját, tehát a problémán van a hangsúly, azt kell megoldani, és csak akkor fogjuk tudni megoldani, hogyha együttműködünk vele, és ezt tartjuk szem előtt, előnyben részesítjük azt, azzal, hogy mit tudom én, ilyen sok száz oldalas szerződéseket írogassunk, ugye, ami az angol száz kultúrában még kifejezetten szokás is. Amikor nem tudom, kilátok már angol száz szerződést, amikor az első 80 oldal arról szól, hogy definiáljuk azt, hogy mit jelent az, hogy szoftver, és akkor van 300 mondat, vagy mit jelent az, hogy mit tudom én, form, és akkor 300 mondat megint. Tehát ne, ezt felejtsük el, mindenki tudja, hogy mi ez a form, haladjunk előre. A negyedik pont az, hogy készen kell lenni mindig a változásra, arra, hogy változnak az igények, változik a fókusz, amit meg kell oldanunk, és ezt előnyben kell részesíteni azzal, hogy a terveket, az előre elkészített terveket szolgai módon követjük. Fontos kitétel az Agile Manifestóban az, hogy ezek az alsó pontok is értékkel bírnak, de sokkal kisebb értékük van nekik,
azoknak, amiket a fejlesztés során célul tűzünk ki, mint metodológia. Nagyon fontos kérdés az, hogy mi nincs benne az agilis kiáltványban. Ugye egy rakás dolog nincs benne. Nincs benne az, hogy Scrum, meg Kanban, meg Sprint, meg Becslés, meg Velocity, meg egy rakás ilyen dolgot föl lehet sorolni, hogy mi nincs benne. Tehát ez is azt mondja, hogy előnyben részesítjük a munkát azzal szemben, hogy módszertanokat követünk. Ami viszont hiányzik belőle, egy hatalmas dolog hiányzik belőle sajnos szerintem, pláne amikor a cégek elkezdik ezeket, és Magyarországon most elég sok ilyen agilis bevezetési projekt van, mit tudom én, a T-birodalom, az OTP, és még sorolhatnám, és itt mindenhol próbálnak valamit így levenni a polcról, és akkor bemegyek vezetni az agilistás címszóval a Scrum-ot, vagy a Kanban-t, vagy mit tudom én, a Scaled Agile-t, vagy a Spotify-nak a Scrum Framework-ét. Tehát egy rakás dolog van, de egy sem működik, mind azért nem működik általában, mert nincs meg ez a zsigeri kényszer arra, se alulról, se felülről, hogy csináljuk jól, de valaki kitalálta, hogy idejött egy ilyen agilis tanácsadó csávuk, vagy csapatok, vagy mit tudom, én lányok, és akkor elmondták, hogy nekünk agilisnek kell lenni. Tehát meg kell, hogy legyen az a zsigeri kényszer, viszont nagyon sok esetben az egyetlen egy dolog, amitől ez egész működne, ez a józan paraszti ész, ez hiányzik a történetből. És ez nagyon-nagyon rá tudja nyomni a bélyegét az egészre. Kérdezem azt, hogy szoktam kérdezni, ki az, aki szoftvert fejleszt, tehát engineerként dolgozik? Ki az, aki productosként dolgozik? Ki az, aki engineering managerként dolgozik? Project management, support, tech writerek? Aha, azért többségben vannak a szoftverfejlesztők. Akkor igazából átérzitek, hogy miről is szeretnék beszélni. A legfőbb üzenet az egy kulturális üzenet, amit én át szeretnék nektek adni, mindamellett, hogy a kultúra, mint szó, egyetlen egyszer nem szerepel sehol a szlájdjaim között. Azért fontos az, hogy a kultúra működjön, egy közös kultúrát kell kialakítani, mert ezt tud irányba állítani minden. Ennek a kultúrának vannak értékei, és ezek az értékek tudnak nekünk egy jó mankót adni, hogy mégis mivel kell foglalkozni. Ugye az agilis kiáltványban láttuk azt, hogy együtt kell működni, meg kommunikálni kell, meg két szoftvert kell csinálni, meg minden. Ezek tök jó dolgok, de van még ezen kívül egy rakás, ami viszont a kultúrára szerintem sokkal nagyobb impakttal van, mint az agilis kiáltvány, és talán ez az én olvasatomban ezt próbálja meg hozzáadni, ezt a hiányzó láncszemet, ezt a józan paraszti észt. Tehát értékek az, hogy legyen egy jó miértünk. Az, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk. Nem tudom, hogy ki milyen szoftvert fejleszt. Rengeteg ember fejleszt szoftvert, de van egy téma, ami érdekel téged. Mit tudom, mint te az önvezető autókkal akarsz foglalkozni, te a VR-ral akarsz foglalkozni. És hogyha egy olyan cégnél dolgozol, ahol nem weblogokat kell csinálni, hanem abba a doménbe kell szoftvert fejleszteni, ahol ami téged érdekel, sokkal jobb leszel. Tehát megvan a miérted. És akkor innentől kezdve neked csak az a célod, az a feladatod, hogy egy olyan céget keres, ahol azt tudod csinálni a szoftverfejlesztésen belüli, amit akarsz. Nagyon fontos a biztonság, hogy jól érezzük magunkat a munka közben, biztonságban érezzük magunkat, legyenek világos céljaink, és legyen nyugalom, amikor tudunk fókuszáltan dolgozni. Még pár szót ejtenék azért a miértről. Tehát ugye elmondtam, hogy mindenkinek megvan a kis saját doménye, kis saját niche, amit ő érdekli igazából. Ennek van egy olyan impaktja is, hogy ez az, ami téged igazából zsigerileg motiválni fog. Itt fogod megtalálni azt, amitől te jól érzed magad, és nem kinnak fogod érezni, hogy most megint be kell mennem, és akkor van valami főnök, aki azt mondja, hogy most agilis átállás van, és akkor mérjük meg, hogy ma 8 óra volt a munkanap, és akkor az könyveljük is le van egyik taszkra, mert az nagyon fontos, meg egyébként a becslések se sérüljenek annyira. Tehát ezeket így el kell engedni.
a miért határozza meg a közös célt, amiért nem te, mint individuum fogsz dolgozni, hanem az egész csapat, az egész cég fog dolgozni. És hogyha ha megvan a jó miért, és jó helyre csatlakozol, akkor tök jó dolgokat lehet csinálni. És van sok példa, de mit tudom én, az Apple-vel szeretek példálózni, amikor a Steve Jobsék a 70-es években gondolták a céget, akkor nekik az volt a miértjük, hogy a számítástechnikát ember közelivé akarták tenni. Ne kelljen géptermekbe, lyukkártyás dobozokkal rohangálni, hanem bárki számára hozzáférhető legyen. Gyakorlatilag ezt a Microsoft tovább vitte, és egész jól csinálták, mert a Microsoftnak köszönhetjük, hogy vannak számítógépek, amiket még a titkárnők is tudnak használni, meg anyukám is tud használni. Ez tette lehetővé az Apple-nek az, hogy a technológiát emberközelivé akarta tenni, hogy belépjenek egyéb piacokra, és amikor megcsinálták az iPodot, akkor gyakorlatilag egy egész zeneipart nyírtak ki, reformáltak meg, ahogy tetszik ez de világokat változtattak meg. Ugyanígy, amikor megjelent az iPhone, és én bármennyire személy szerint nem szeretem az iPhone-t, de Apple laptopon van, Ezzel szemben az iPhone is egy forradalmi újítás volt a maga piacán. Előtte is voltak már érintő kijelzős telefonok, mit tudom én, Windows CE operációs rendszerrel, és lehetett őket használni, de mi is az ilyen mi volt? Ember közeli vét tették ezt az egészet, és az anyukám is tudja őket használni, és ez a hatalmas hozzáadott értékük. Ez az, amiből ők ikletet merítenek arra, hogy folyamatosan újabbnál és újabb dolgokat csináljanak. A biztonság a következő pont. Ugye rengeteg külső nyomás van, mit tudom én, a versenytársak, hogy állnak a piacon, bevételt kell termeljünk, van egy rakás dolog, aminek meg kell felelni. Ezek külső tényezők. Ezek a külső tényezők vannak, konstansak, változnak egy picit, de mindig megvannak. Viszont nem mindegy, hogy belülről milyen érzése van egy csapatnak, egy cégnek. Hogy működik a cég, amikor belülről a kollégák fúrják egymást folyamatosan, és láttam már ilyet sajnos nem egyszer, fúrják egymást, és mit tudom én, megy a marketing meg a szájkarate, akkor nem alakul ki egy bizalmi viszony az emberek között, nem kezdenek el ezek az emberek kooperálni, nem lesznek felhatalmazva arra, hogy ők merjenek valamit csinálni. Tehát pont ez a bizalmi viszony miatt a biztonságérzet sérülés, és az ember az alapvetően úgy működik, hogy biztonságban szeretné érezni magát. Amikor a gyerekem elmegy az iskolába, akkor tudom, hogy az iskolában biztonságban lesz, ezért elengedem. Amikor én bemegyek a munkahelyre, akkor azt hiszem, hogy teljesen joggal várom el ezt, hogy a munkahelyemen is biztonságban érezzem magam. Nagyon fontos az, hogy ne legyenek bent ilyen a belső, tehát a cégen belül, csapaton belül ilyen mesterséges akadályok, vagy mesterséges nyomáspontok. Tehát ne legyen az, hogy valakit elkezdünk baszogatni azért, hogy de gyorsabban. Nem. 9 nő nem hord ki egy hónap alatt egy gyereket, és ez tény. Ezzel nem nagyon tudunk mit csinálni. Nagyon fontos az, hogy a légkör az olyan legyen, hogy merj hibázni, sőt, mi több, tovább megyek, hagyj másokat is hibázni, merj másokat hibázni, hagyni, vagy valami ilyesmi. Igen, tehát ez egy nagyon fontos történet megint csak, ami megint csak a biztonsághoz, a bizalomhoz tartozik, és azoknál a cégeknél, ahol ez a légkör kialakul, ott az emberek innoválnak. Ebből következik az, hogy innováció lesz, ebből következik az, hogy valaki felfedez 369 ezer módot arra, hogy valamit hogy nem lehet megcsinálni, de közben felfedezett egy jót, ami működik, és mit tudom én, lesz belőle egy iPhone például. Tehát ez megint nagyon-nagyon fontos dolog. Ami még fontos, az, hogy legyenek világos céljaink. Ez gyakorlatilag az, hogy mit akarunk elérni, mennyi időn belül akarjuk elérni, legyen egy roadmapünk, amihez tudjuk tartani magunkat, ez motivál minket hosszú távon, segít rengeteg napi apró döntést meghozni, azt mit tudom én egészen addig, hogy szervezzük a klasszainkat, mert tudjuk, hogy később lesz egy
fejlesztés, de most még nem, viszont most oda be tudunk tenni egy absztrakciót, mert most nem fáj, és tudom, hogy ez picit a jakni, de nem baj, ezt most engedjük el, de mégiscsak előre tudunk gondolkodni, mind a mellett, hogy tök agilisek tudunk lenni, mert nem fejlesztettünk fölösleges dolgokat, csak felkészültünk a változásra, ami megint csak az Agile manifestóból jön. Tehát gyakorlatilag meghatározza, a világos célok segítenek meghatározni a hogyant és a miértet. Vagy a mitet, tehát a miért megvolt, a hogyan hogy akarjuk azt a problémát megoldani, és mit kell ehhez tegyünk, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani. Ez segít lebontani ezeket a magasztosabb távlati célokat a napi teendőink szintjére, hogyha ezeket látjuk, hogy mi történik, és mi az, ami lesz. Amit még így az értékek között fölírtam, mint ilyen fontos faktort, az a nyugalom. Senki nem szeret interaktokkal megküzdelve dolgozni, nem szeretünk open office-ban dolgozni, mert nem tudunk elmélyedni a saját feladatunkban, akár egy manuált kell elolvasni, vagy egy libet kell megnézni, hogy azt hogy tudjuk használni. Tehát egy rakás dolog van, amihez koncentráltan kell dolgozni. A nyugodt környezet az segít minket abban, hogy tudjunk koncentrálni, meg legyen a flow. Ne legyenek felesleges interruptok, és mit tudom én, tartsuk be azt, hogy nem fordulunk oda a kollégához, hogy te figyelj már, mert az lehet, hogy nekünk kézi 2 perc manuál olvasás lenne, ezt megspóroltuk, viszont a kollégát így 10 percre, fél órára, órára kibillentettük a flowjából, és ez megint csak nem tesz jót. Semminek nem tesz jót, se a sebességünknek nem tesz jót, se annak nem tesz jót, hogy tudjunk fókuszáltan dolgozni. Tehát, hogyha nyugodtak vagyunk, akkor, és biztonságban érezzük magunkat, akkor csökken a stressz szintünk is. Ebben még egy nagyon fontos eszköz szerintem az, hogy legyen napi rutin. Tehát egy csapatnak a napi rutinja az, hogy mikor van a daily stand-up, az fent és sérthetetlen. Az, hogy épül fel a fejlesztés, és mit tudom én, mikor vannak refinementek, planningek, stb., az megint csak segít ezeket segít kialakítani bennünk ezt a nyugalmat. És itt példának hoznám azt, hogy nem tudom, hogy kinek van gyermeke, kisgyermeke, tehát mit tudom én, ilyen pár éves. Én a gyereknél az egyik legfontosabb a napi rend, az, hogy ismétlődő napok legyenek, hogy tudjuk, hogy mikor megy el, mikor tud aludni, mikor kell fel reggel, mikor eszik, mert ez az, ami neki megadja a nyugalom érzetet a gyermeknek. Mi sem vagyunk mások, tehát teljesen ugyanúgy működünk ezen a szinten, mint egy gyermek, egy kisbaba, ezért fontos az, hogy törekedjünk arra, hogy nyugodtak legyünk is, és meg legyen a nyugalom. Ezek azok az értékek, amik szerintem egy nagyon jó kulturális közeget tudnak adni, és nyilván itt még lehetne felhozni még másik 300 értéket, és lehetne még egy rakás dologról beszélni részletesebben, de fontos az, hogy ezeket az értékeket mindenki magáénak vallja. Nem kell ugyanolyannak lennünk, sőt az nagyon rossz, hogyha mindenki ugyanolyan, de hasonlóan kell, hogy gondolkodjunk, mert hogyha az értékrendünk azonos, akkor ott biztonságban leszünk és nyugodtak leszünk. A következő a nagyobb téma, amiről így beszélni szeretnék, az a szerepek és a felelősségek. Itt szokott lenni az, hogy így megfeledkezünk a célról. A célunk az mindig az, szoftverfejlesztésben nyilván, és teljesen mindegy, hogy webrokot csinálunk, vagy valami enterprise szoftvert, vagy dobozos terméket, vagy bármi, az, hogy legyen egy működő szoftverünk, amit release-elni tudunk. És ez a cél szokott elveszni, amikor szerepekről és felelősségekről beszélünk, és hogy mindenkinek lesz, van, biztos van a saját szervezetében ilyen állatorvosi lova, amikor mit tudom én, így segédprojektmenedzser odajön, és akkor így elkezd magyarázni valamit, és nem tudod, hogy miről beszél, mert annyira másról beszél, és nem tudja. Tehát ezért fontos az, hogy itt egy konkrét példát akartam eredetileg mondani, csak nem lenne jövő most, bocsánat.
könnyen felismerhető a példa. Tehát a célunk az, hogy mindig működő szoftvert adjunk ki, és itt rengeteg felelősségi kört el lehet különíteni egymástól, de a lényeg az, hogy ez a három legfőbb felelősségi kör, amit mondjuk így osztanék föl, hogy van egy product management, az ő felelősség az, hogy mit csinálunk, mit akarunk csinálni, tehát ez az előző ábra, ez a build writing volt. Utána van az engineering, és most az tök mindegy, hogy egy architect, vagy egy architect board, vagy egy fejlesztői közösség, vagy bármi, ez megint teljesen szabadon fölépíthető. Ő határozza meg azt, hogy hogyan csináljuk meg azt a valamit, milyen technológiákat használunk, milyen nyelveket használunk, tehát egy rakás dolgot ők mondanak meg, ez a build a thing right történet volt az előző ábrán, és van egy engineering management rész, ami sokszor összemosódik a Scrum Masterekkel, mert ez a Scrum Masterek feladatköre is, vagy mit tudom, projekt menedzserek is szokták ezt így elvállalni, de ezt tekintsünk rá egy külön szerepkörre, ez az, hogy mikorra lesz meg a történet, tehát a engineering management felel azért, hogy gyorsan csináljuk ezt, ne ragadjunk bele a saját történeteinkbe. Ugye mi közben dolgozunk, van ez a három nagy szerepkör, mondom, még számtalan szerepkör elképzelhető, és többre valid szerepkörök képzelhetők el, de lesz egy rakás stakeholderünk az egész történetben, akikkel nekünk együtt kell, hogy dolgozzunk. És ezért nem mindegy az hogy dolgozunk velük együtt. Lesz egy termékcsapat, ugye az sem feltétlen egy ember, mit tudom, egy product managerrel, egy product ownerrel, vagy többel, UX-esekkel, product designerekkel, stb. Tech writerekkel. Tehát egy rakás csapat dolgozik, vagy rakás ember egy csapatként dolgozik azon, hogy megmondja azt, hogy mit kell csináljunk. Lesz a R&D, aki fejleszti a szoftvert, lesz a support, aki ezt a szoftvert segít üzemeltetni majd a végfelhasználóknál, lesznek emberek, akik ezt a szoftvert elviszik és valahova beintegrálják, lesznek emberek, akik ezt eladják, ezt a szoftvert, vagy akár segítenek eladni a marketinget, tehát ők mind stakeholderek a mi történetünkből, és a kommunikáció szempontjából ők nagyon-nagyon fontosak. Tehát például szerintem az egy nagyon-nagyon jó módszer, amikor nem az történik, hogy egy product manager elkezd beszélni egy ügyféllel, és meg akarja érteni a problémáját, hanem gyakorlatilag a nulladik perctől kezdve van mérnök a product manager mellett, aki segít a product managernek abba, hogy egyáltalán megértse a problémát, mert a megvalósíthatóság az minden esetben a mérnöknél lakik. Tehát a mérnök tudja azt, hogy mit lehet megvalósítani a mi kontextusunkban, mi az, amitől mi nagyon messze vagyunk, és nyilván nagyon fontos kitétel az is, hogy értsük meg az ügyfelet és az ügyfél problémáját, tehát már az ügyfél mindig úgy jön oda, hogy ő egy piros gombot szeretne, de mit csinál a piros gomb? És akkor elmondja, hogy felrobbant mindent. Oké, de neked a problémád nem az, hogy fel akarsz robbantani mindent, hanem az, hogy ideges vagy, nem? És akkor azért ezt a problémát kell megoldani az ügyfélnek. Ezen kívül van egy rakás szerepkör egy cégnél, pláne egy nagyobb cégnél, akik ebből a szempontból nem stakeholderek, de együtt kell velük dolgozni, ezeket így back office-nak hívják, tehát mit tudom én, pénzügy, HR, a belső IT, facility, stb. De az ő munkájuk is fontos, hogy velünk együtt dolgozzanak, mert ha ők értik, hogy mi mit csinálunk és hogy csináljunk, akkor biztos, hogy nem lesz olyan, hogy mit tudom én, a HR a recruitment processzeit úgy kezdi el kitalálni, hogy olyan emberek kerüljenek be a csapatba, akikre nekünk nincs szükségünk, és ez megint csak egy kulturális kérdésre vezethető vissza. Na, tehát vannak ezek a stakeholderek, van az ügyfél, ugye, aki egy külső szereplő, nem a cégből jön, sokszor nem a cégből jön, inkább így mondom, de ezekből a szereplőkből felépül egy szervezet. Ebben a szervezetben van egy meglepő dolog, és itt most csak egy kicsit beszűkíteném a képet az R&D szervezetre. Ez a Conway törvénye, ez a Mennyi Conway tavaly előtt volt a Krafton előadni, hogyha esetleg valaki járt a Krafton. Tehát a Melvin Conway mondta ki ezt először,
hogy egy szoftvernek az architekturális váza, az interfészei úgy fognak fölépülni, ahogy a szervezet maga fölépül. Tehát, hogyha van egy csapatom, aki a, mit tudom én, business logikát csinál, meg egy másik, aki egy másik business logikát csinál, van egy harmadik, aki e fölé API-t csinál, van egy csapatom, aki a config-gal foglalkozik, stb. Tehát egy rakás dologgal foglalkozik, akkor a szoftverem is így fog fölépülni. Ebből fölépül rengeteg tök külön álló egység, ami megint csak a kommunikáció ellen megy, és ebből silók alakulnak ki. Na mindegy, tehát az lenne a fő üzenetem itt, hogy ezek a szervezet felépítése, az nem egyenlő a stakeholderekkel, de nagyon hasonlítani fog rá, és ővelük is nagyon, nagyon együtt kell tudni dolgozni, és ezeket a szervezeti egységeket úgy érdemes fölállítani, hogy ne legyenek meg ezek a sillók. Mert a sillók azok mindig a cég ellen dolgoznak, mindig a tudás gátolja meg, a tudás áramlását gátolják meg ezek a sillók. Elkezdődnek a rivalizálások, holott kooperálnunk kellene, nem rivalizálni, mert a kooperációval sokkal jobban működik. Kommunikációs probléma lesz ez, hogy sillóink vannak. Egy rakás dolgot tudunk ellene tenni, tehát például, hogyha az orcsátunk így épül föl, hogy van egy professional services, aminek a része a support, de igazából a support azt a szoftvert üzemelt, vagy azt a szoftvert támogatja, amit mi állítunk elő, akkor lehet csinálni ilyen kis kommunikációs shortcutokat, amikor mit tudom én, például leülünk naponta és tartunk a stand-up, egy daily stand-upot a support szervezet velünk kapcsolatot tartó részeivel, mert így ki fog esni az, hogy milyen problémák azok, amikkel a supporton találkoznak, és vissza tudjuk csatolni a fejlesztésbe. Megint csak a visiont, a vision tudja teljesebbé, egészebbé tenni ez a történet. Tehát a sírók akkor fognak megszűnni, hogyha kooperálunk és kommunikálunk. Nagyon fontos beszélni a folyamatokról. Fontos az, hogy vannak jó folyamatok, rossz folyamatok, de mindig lehet változtatni. És a kérdés igazából nem az, hogy melyik folyamat jó folyamat, hanem az a kérdés mindig, hogy mitől lesz jobb valami. És ne féljünk hozzányúlni ezekhez a processzekhez. Az ember alapvetően úgy működik, hogy mint egy regersz, pattern matching-el. Látok egy mintát, akkor ezt elkezdek rajta gondolkodni, hogy lehetne megoldani. Hogyha erre a mintára van valami, amit illesztek, egy viselkedés, egy action point halmaz, egy checklist, bármi, akkor rengeteg kognitív terhet tud levenni rólam az, hogy nem kell minden egyes apró dolgot végig gondolni, és nem kell minden egyes apró dologra egyedi megoldást kitalálni, hanem vannak processzeim, ami szerint el tudok járni. De mondom, nagyon fontos az, hogy a processzek nem konstansok, azokat mindig felül kell vizsgálni, időnként felül kell vizsgálni, iterálni kell. Nagyon fontos az, hogy ezek a processzek ne legyenek túl szabályozva. Találjak ki olyanokat, hogy a repülőiparban dolgozok, és én éppen a 737 Max-nek gyártom a repülős irányító rendszerét, akkor legyen meg az, hogy milyen minőségbiztosítási processzeim vannak, és azok legyenek nagyon-nagyon szigorúak, és nagyon-nagyon keményen betartva, de az ne legyen megmondva, hogy milyen lábbal kell fölkelni reggel a fejlesztőnek, mert az viszont meggátol mindenben, sokkal-sokkal, ilyen rigidebbé teszi az egész történetet. Nagyon-nagyon fontos elv az, hogy ezek a folyamatok minél jobban, magas szinten vannak megfogalmazva, annál jobban tudják szabadon hagyni a mozgásteremet, de amellett, hogy szabadon hagyták a mozgásteremet, mégis irányt mutatnak, hogy kell viselkedjek. Hogyha nem megy valami, nincs valamire megoldásom, akkor kitaláljuk. De az már tök jó dolog, hogyha nem az esetek 100%-ában vagy 99%-ában kell kitalálni, hanem csak az esetek 30%-ában kell kitalálni azt, hogy mi hogy működjön. Nagyon fontos az, hogy
hogy ezek a processzek annyira egyszerűek legyenek, amennyire csak lehet, tehát tényleg ne legyenek 100 pontból, ne álljanak 100 pontból és 800 swimming lane-ből, mert akkor én fogok elveszni először a processzekbe, és mindenki más rajtam kívül. Nagyon fontos az, hogy ami nem most probléma, azt nem most kell megoldani, azzal majd foglalkozunk később. Lehet, hogy már látjuk, hogy ebből még lehet valami, de a corner case-ét nem kell most megoldani. Ugye ez egy örök szoftverfejlesztési dilemma is, hogy oké, hogy van a Boy Scout rule, és hogy mindent jobban hagyunk ott, de meddig refaktorálunk vizé. Hány osztályig akarunk még lenyúlni. Tehát itt is, ez most nem az én problémám, ezt most nem kell megoldani, majd megoldom akkor, ha ez tényleg probléma lesz. Vagy tényleg előjön a probléma igazából. Nagyon érdekes dolog az, hogy mikor jók ezek a processzek. Mondom, nincs jó válasz és nincs rossz válasz. Az egy nagyon fontos történet, hogy ezeket a processzeket folyamatosan javítani kell, és az, hogy mit érdemes javítani, hogy érdemes javítani, az pedig meg tudjuk mérni. Minden esetben meg tudjuk mérni. Tehát ez a hogy és mit mérjünk, ez pedig az a legjobb kérdés szerintem, hogy mit riportolnál a board felé. Milyen KPI-jaid lennének, vagy OKR-jaid lennének, vagy lehet még szép buzzword-eket, HBR-eket fogtatni, de gyakorlatilag az a lényeg, hogy a high level managementnek szüksége lesz adatokra, mi az, amit te megmutatnál nekik. Nyilván az nem érdekel senkit, hogy most mit tudom én, 3 taskot írtam és 822 kócsolt, ezek annyira low level detailek, hogy ebből a high level managementnek nem fogja megérteni, hogy mi történt. Nem érti meg, hogy most miért késik a szoftver, hogy állunk, kell-e aggódni, kell-e menni az ügyfélhez kommunikálni, hogy nekünk most mit tudom, kiesett egy csontva ez a szekrényből. Van egy pár dolog, amit szerintem így érdemes mérni, és ezek nagyon-nagyon jó indikátorai annak, hogy működnek a processzeink, sőt, tovább megyek, hogy működik a csapatunk, hogy működik a cégünk, hogy működik, hogy milyen a kultúránk, mindenki megérti ezeket a dolgokat, amikről itt az előző szlájdokban ilyen magasztosan beszéltem. Erre szerintem egy tök jó eszköz a Spotify-nak a Hörscsek nevű története. 11 darab paramétert tudunk megmérni, és nyilván még lehet egy rakás dolgot még ezen kívül is, ezeken a paramétereken kívül is föltenni, amik ránk nézve specifikusak, de máshol nem érdekesek. Nagyon fontos, hogy ez a Spotify Hörscsek, ez két mérésből áll, tehát vannak a különböző témakörök, ezeken majd mindjárt végig megyek nagyjából. Megvannak a különböző témakörök, és ott először is két körbe mérek. Van egy mérésem, ami az abszolút értéket, a jelen állapotot mutatja meg. Nyilván ez a mérés szubjektív, mert ezt a csapattagok mondják egyenként, hogy szerintük ez most jó, ez most és lehetne rajta javítani, vagy totál szar, és menjünk a fenébe. Tehát mondjuk ezen a 3-as skálán így lehet mozogni. És van egy másik kör, egy második kör, ahol az előző mérés óta nézzük az irányát ezeknek a változásoknak. Tehát, hogyha mit tudom én, van a Deliver Value, mint mérésünk, ami azt mondja meg, hogy az értékteremtésünk milyen értékeket szállítunk, nem a csapat szempontjából, hanem az ügyfél szempontjából. Megoldottuk-e az ügyfélnek a problémáját, milyen feedbackeket kaptunk az ügyféltől, hogyha ez mit tudom én, az előző alkalommal zöld volt, szuper zöld volt, és most átmegy pirosba, akkor nyilván az értéke az egy romló tendenciát fog mutatni, és ezekből a tendenciákból nagyon-nagyon pontosan lehet action pointokat rajzolni, és ezekkel nagyon szépen körbe lehet karikázni azokat a neuralgikus gócpontokat, amivel biztos, hogy foglalkozni kell, hogyha azt akarjuk, hogy ne essen szét a sztorik. A következő metrika az easy to release, ugye ez a, ha valami fáj, akkor csinálj gyakran, ugye általában biztos sokan láttak már webfejlesztést, amikor mit tudom én, FTP-n szerkeszkedték, meg láttatok már olyat is, amikor mit tudom én, szépen elkezdtétek
kirakni a dolgokat, ki SCP-ztétek vagy FTP-ztétek, utána még egy rakás dolgot még a szerveren még meg kellett csinálni kézzel, akkor de beletvezetve utána egy continuous integration, vagy egy continuous delivery rendszer, lett normális pipeline például, és akkor ezeknek a release-nek a kockázatát így lehet csökkenteni. Egy nagy csomó dolog egyébként mindig a kockázatról szól, és hogyha kockázatot látunk, akkor az egy jó cél, hogy ezt a kockázatot csökkentsük. Nagyon fontos ez a fun fact, hogy mennyire érzem jól magam, amikor bemegyek dolgozni, mert azért többet vagyok bent nagyjából a munkahelyemen sokszor, mint otthon. Hogyha ben vagyok a munkahelyemen, akkor nyilván szeretnék olyan emberekkel dolgozni, akikkel itt lehet viccelődni, meg lehet velük sört inni, meg egyéb nyalánkságok, és ez megint csak visszautal a bizalomra, a biztonságra. Visszautal, mert hogyha a kollégáimmal jól érzem magam, bízok bennük, akkor nem fogok védekezni, nem védekező állást veszek föl, hanem tudok dolgozni. És hogyha hibázok, hát majd megbeszéljük, erre vannak a retrospektívek. Fontos mérés ez a Health of Code Base, ez megint csak egy több szubjektív dolog, és ahány csapat, mindenkinél más a jó, van, aki a 180%-os coverage-et szarnak mondja, engedjük el, de mégiscsak van egy képünk arról, hogy az, amit dolgozunk, az milyen állapotban van. Pláne érdekes tud ez lenni, hogyha egy olyan dologgal foglalkozunk, ami a szónak a legpatinásabb értelmében legacy. Ki látott már legacy-t, nem kell föltenni a kezéket mindenki nagyjából. Tehát ott fontos az, hogy hogy érezzük, és ebből például látjuk azt, hogy mit tettünk meg a munkánk során azért, hogy jobb legyen a kódbázis. Tehát látjuk a trendet, hogy igazából megint belapátoltunk valami szart, megkérték, vagy azért közben ott azért le is takarítottuk magunk körül a polcokat és egyéb társait. Nagyon fontos a tanulás. Az ember megint csak úgy működik, szerintem szerencsés esetben, és ez a visszapmánkban kifejezetten fontos, hogy folyamatosan tanulnunk kell, mert most már így este 8 óra van kereken, akkor ma legalább 32 JavaScript framework jelent meg, és fontos az, hogy ezeket így meg tudjuk ismerni, nem csak a JavaScript frameworkökről, bármilyen technológiáról beszélhetnék, hogy ezeket meg tudjuk tanulni, és ezeket élvezzük szintén. Nagyon érdekes dolog az, hogy oké, hogy valamit meg kell tanulni, de és ezt most itt csak zárójelben mondom, de nem biztos, hogy érdemes fölülni a bandwagonra, és mit tudom én, azért elkezdeni valami shiny new technológiát használni, mert ma azt írta a TechCrunch, hogy ez nagyon menő. Azért érdemes egy kicsit kivárni ilyen dolgokat, és mit tudom én, jó a Java még nagyon sok helyen, attól függetlenül, hogy mekkora blót ver. Nagyon fontos a mission, ugye erről beszéltem, külön ki volt emelve, mint érték. Nagyon fontos az, hogy legyenek tiszták a célok, ezt már elmondtam, hogy miért, de ezt is lehet mérni, ezt is kell mérni, és mondom, hogy szubjektív lesz, de egy csapatnak a sajátja lesz ez a mérés. Két csapatot nem lehet ezekkel összehasonlítani, de a saját csapatunkat a következő méréssel minden további nélkül össze lehet hasonlítani. Nagyon fontos metrika az, hogy most igazából minek érezzük magunkat. Egy parasztnak a saktáblán, vagy egy játékosnak, aki sakkozik, akinek hatása van arra, hogy működik az élet. Milyen technológiákat kezdünk el használni. Gyakorlatilag ez a csapatnak a hozzáadott értékét mondja meg a teljes szoftverfejlesztős történethez. És hogyha a csapat úgy érzi, hogy nekem igenis direkt ráhatásom van arra, hogy mit és hogy csinálunk meg, akkor megint csak sokkal jobban fogják érezni magukat, mint akkor, hogyha jön valami felső grémium, aki azt mondja, hogy neked ezt a, mit tudom én, SSO livet kell használni, és pont. Lehet, hogy nem jó semmire, meg arra, amire mi használnánk, éppen tényleg pont szar, de ezt kell használni, mert valaki ezt mondta. A sebesség, maga a fejlesztés sebesség egy másik elég sarkalatos pont, és itt megint csak visszautalnék arra, hogy a célunk minden esetben egy működő szoftver. Nem mindegy, hogy ezt a szoftvert milyen gyorsan tudjuk elkészíteni, és ide bevághattam volna, van a Spotify-nak egy ilyen product development modellje,
csak elfelejtettem bevágni, most jutott eszembe, ami arról szól, hogy az ügyfélnek a problémáját kell megoldani, de ezt a problémát meg tudjuk oldani sokféleképpen, és az egyik gondolatmenet az, hogy egy autót építünk, először van kerék, rászereljük az alvázra, rakunk rá kasznit, motort, stb. Eltelik egy rakás idő, baromi nagy lead time-unk van, és a végén odaadjuk az autót az ügyfélnek, és ő el tud vele jutni A-ból B-be. Ezzel szemben a józan paraszti észmodellje, amit a Spotify-n tök jól megfogalmazott egy Henry Greenberg nevű ember egyébként, az pedig arról szól, hogy neked a problémád az, hogy el akarsz jutni A pontból B pontba. Mi van, hogyha először adok egy görveszkát, azzal már tudsz menni gyorsabban, mintha gyalogolnál, lehet, hogy el fogsz esni egyszer-kétszer, de mégiscsak megoldás a problémádra. Mi van, hogyha görveszkára szerelek egy kormányt és roller lesz belőle, akkor már kevésbé fogsz elesni, de még mindig tudsz vele haladni, és akkor lesz bicikli, meg motor, meg mit tudom én, és az az egész basszív, hogy gyorsan tudok értéket adni az ügyfélnek, gyors tud lenni a piacra vitele a szoftvernek, mindig megoldom az ügyfélnek a problémáját, és az a legszebb az egészben, hogy még egy ilyen waterfallos modellnél azt képzelni, hogy az autó az egyetlen egy ultimate megoldás, nem, a való életben ez nagyon sokszor nem az egyetlen egy megoldás, mert az ügyfél már tök elégedett lesz egy biciklivel, és akkor itt bedobnám a Pareto elvet, ez a 80-20 szabály, hogy az effortjaink 20%-ából a requirementek 80%-át le lehet fedni, és a legdrágább dolog, amit el tudunk követni szoftverfejlesztés közben, az, hogy szoftvert írunk. Az minden tekintetből a legdrágább, tehát minél kevesebb szoftvert írunk, annál jobb lesz nekünk. 10 percet van. 10 perc, jó. Igyekszem belehúzni. Tehát Pareto elv, igen. Zárójel bezárva. Nagyon fontos az, hogy a maga a szoftver, amit elkészítünk, és maga a processzeink, ami mentén elkészítjük ezeket, ezek fenntarthatóak legyenek. Hogyha nem egy ügynökségnél dolgozunk, és bocsánat, aki egy ügynökségnél dolgozik, és az a napi munkája, hogy mit tudom én, egy landing page-eket csináljam különböző reklámkampányokhoz, amik élnek 2 hétig, ott nyilván egész mások a periméterek, ami mentén dolgozni kell, De a szoftverfejlesztés javában nem erről szól. A többsége a szoftverfejlesztésnél nem erről szól, hanem olyan szoftvereket írunk, amiket, mit tudom én, elég érzékeny helyeken használnak, mit tudom én, atomerőműben, ahol így, mit tudom én, van egy évben egyszer fél óra maintenance window, amikor a mi szoftverünket tudják upgrade-elni, vagy egyáltalán tudnak vele megcsinálni valamit. Életek múlnak rajta, mint például egy önvezető szoftvernél, egy önvezető autónak a szoftverénél. Tehát egy rakás dolog van, ami külső periméter, és nem mindegy, hogy ezt a szoftvert mennyire írjuk meg jól, mennyire fenntartható maga a szoftver, és maga a processzeink, ami mentén ezt csináljuk. És ezért fontos az, hogy mindig improvoljunk a processzeinkkel. Nagyon fontos az, hogy milyen támogatást kapunk másoktól. Tehát mit tudom én, amikor oda megyek a HRS-hez, és azt mondom, hogy nekem szükségem lenne a csapat, vagy ilyen kvalitású emberre, és ő küldi nekem az embereket interjúra, akinek mit tudom én, és erről beszélgettünk már, hogy valamikor így a LinkedIn-en bent belekerült, és valaki fölvótolta a skilljei között, de igazából soha nem is foglalkozott vele, csak érintőlegesen, ne kelljen már azokkal foglalkozni, mert ez nem jó a támogatás kívülről. Amikor napokat kell várjak arra, hogy mit tudom én, egy accountot kapjak valami rendszerhez, az megint csak nem jó, ez mind gátol engem, és ez egy rakás más metrikára kihatással lesz. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ezekkel a stakeholderekkel hogy tudok együtt dolgozni. És van még egy nagyon fontos metrika, az a teamwork. A support az a külső együttműködést méri leginkább, a teamwork az a belső együttműködést méri, és arról ad nekem képet, hogy a csapattagok, mint individuumok, hogy tudnak együtt dolgozni, milyen módszereket tartanak hasznosnak, mit tudom én, milyenek a code review, mit tudom én, ránézek a kódra, jó lesz, ez mehet, de akkor az a sustainable process-t fogja fejbe vágni, vagy van igazi rendes code review, vagy valaki szeret páros programozni, vagy valaki nem szeret páros programozni, milyenek a coding standardjaink, tehát egy rakás dolog van, mind a mellett, hogy van egy emberi oldala is ennek a történetnek.
tett. Szerintem ez az a 11 pont, és mondom, még lehet egy rakás specifikusabbat, ami tényleg csak ránk jellemző kitalálni, de ez a 11 pont, ez egész jó fedést ad arra szerintem, hogy mi az, amit érdemes vérni, és mi az, ami mentén érdemes követni azt, hogy hol tartunk most, és ezek mentén érdemes célokat kitűzni, hogy hova szeretnénk eljutni a későbbiekbe. Van még egy pár szlájdom, de már tényleg nem sok. Ezek a körülmények, ezek igazából olyan dolgok, hogy szedtem itt össze, amik ilyen máshol nem nagyon tudtam tenni, meg egy kicsit kidóg mindenhonnan, de mégiscsak nagyon fontosak. Tehát ezek a best practice-ek például szerintem egy ilyen nagyon jó dolgok, mert nem akarom feltalálni 150-szer a kereket. Ha már feltalálta helyettem más, akkor mit tudom én, miért ne nézzem meg azt, hogy működik a GitLab, mint CI/CD rendszer, és nem kell nekem sajátot írni, saját script halmazt, amit majd én tartok föl, vagy akár egy tesztrendszer, ilyet is láttam már. És akkor nem tudok a piacról fölvenni embert, vagy egy másik build rendszer, nem tudok a piacról fölvenni embert. Ezek tök jó dolgok, hogyha olyan technológiákat, olyan módszereket honosítok meg a saját cégünknél, saját szervezetünknél, amik máshol is beváltak már és bizonyítottak. Ugyanazokon nagyon hasonlók lesznek ezek a dolgok, érdemes velük foglalkozni, mert rengeteg tapasztalatot be tudunk így hozni kívülről, amit nem nekünk kell kiizzadnunk. Nagyon fontos az onboarding folyamata, és nyilván ennek az egésznek akkor van nagy relevanciája, hogyha a csapatunk bővül, sok ember jön, vagy mit tudom én, abban a szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy éppen nagy a fluktuáció, és ezt akarjuk rendbe tenni, viszont sok ember elment, sok új embert kell behozni ezért a csapatba. Nem mindegy, hogy ezek az emberek mivel találkoznak, mert amikor ők jönnek az első napon hozzánk velünk dolgozni, az lesz az első benyomásuk neki, és ez egyébként is egy stresszes folyamat, ez minél szmúltabbá és minél zökkenőmentesebbé kell tenni. Ezek külön folyamatok, de érdemes őket bekötni a belső folyamatainkba. Tehát legyen egy jó doksink arról, hogy mi hogy fejlesztünk, mi az, ami a coding standardünk, mit tudom, egy rakás dolgot érdemes ide betenni. Nagyon fontos a fizikai környezet, és akkor itt lehet egy pár csoportot bedobni. Nagyon szép az, hogy nagyon fancy irodánk van, és van benne 3 csocsóasztal, meg 8 biliárd, meg mit tudom én. Ezek mind nagyon fontos dolgok, mert nyilván pihenni is kell egy kicsit, de vannak ennél sokkal fontosabb dolgok. Tehát például az, hogyha jók a közösségi terek, van egy jó konyha, ahol le lehet ülni, beszélgetni, ahol lehet ebédelni egyet a kollégákkal, ez sokkal többet tud a csapathoz hozzáadni, mint az, hogy van egy csocsóasztal, ahol 4 ember játszik. Nagyon fontos az, hogy mit tudom én, így legyen kávé, mert a kávé az fejlesztjük, ugye mi kávéból kódot állítunk elő. A vízautomatánál sem mindegy, hogy odaállok el, és akkor mire telecsöpögtetem a poharam, addigra valami nagyon megtörténik. Tehát ilyen dolog, és például nagyon fontos, és szerintem ilyen állatorvosi lóként ez a WC. Tehát beszéltük itt a szünetben, hogy itt most a férfi WC előtt volt sor. Ez azért nem jellemző egy átlagos rendezvényen. Sajnos a mi iparágunk ilyen, hogy tisztelet a tényleg pár kivételnek, akik itt vannak köztünk, sziasztok, köszi. De férfiakból állunk, tehát sok férfi van ebben a szakmában, és nem mindegy, hogy most hány munkaállomás van, és azok mennyire foglaltak. Nagyon fontos az, hogy mit tudom én, jók legyenek a munkaeszközeink, és ezeket is kimérték már. Hogy mit tudom én, hogyha folyamatosan hatalmas nagy kódbázist kell kompájlolnunk, akkor ne azon spóroljunk már, hogy mit tudom én, nincs SSD a gépben, hogy mit tudom én, a fejlesztőnek a számítógépe 1 millió forintba kerülhet. Most ez hány havi munkabére, és ráadásul költségként leírtuk, ne ezen spóroljunk, ezt engedjük már el. Legyen jó gép, jó asztal, jó billentyűzet, gyorsan net, mert mit tudom én, tehát ezek ilyen nagyon alapvető dolgok igazából, de sok helyen nem alapvetés még a mai napig. Pedig egy jó net előfizetése az még üzleti csomagban is, mit tudom én, pár 10 000 forint. És akkor nem kell arra várni, hogy lejöjjön a kecskepornom.
Nagyon fontos az, hogy legyenek csapatépítő események, ez ne csak a mi kis csapatunkra, hanem akár céges szinten legyenek, mert bizalmat mindig személyes kapcsolattal lehet építeni, és a bizalom az pedig elengedhetetlen. Tehát ezért fontos az, hogy így legyenek. És igazából elhagyarva belefértem, Edu, ennyit szerettem volna mondani. Meg fogom osztani a szlájdjaimat, ahogy kérték. Kérdéseitek vannak-e, mert így az interaktivitás az kimarad, bármennyire is szerettem volna. Sok dologról beszéltem, és nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert erről a témáról napokat lehet beszélni, és most így mindennek egy picit megkapargattam a felszínét. Ki az, aki ilyen környezetben dolgozik, amit így felvázoltam? Elég színes skálát felvázoltam. Hát a jó oldaláról. Sokszor nekem kicsit utopisztikusnak tűnnek ezek a dolgok, amit elmondtál. Tehát, hogy jó lenne, ha így lenne, de... Saját bőrömmel láttam még többet. Szeretném feltenni a kérdés. IT világban, amikor a világon bárhonnan, bármikor lehet dolgozni, betolod a pizzát, betolod a kávét, kijön a kó. Miért erőltetjük azt, hogy mindenki egy irodában legyen, reggel 8-10-8 órában? Nem mindenki erőltetik, tehát igazából mindenre van megoldás. A GitLabot, mint a világ jelen pillanatban a legnagyobb szervezetét tudnám, mint tudom én példának felhozni. A GitLabnál ott nincs iroda, ott mindenki remote-ban dolgozik. De egy rakás dolog megvan, ami arra szolgál, hogy a bizalom kialakuljon emberek között. Tehát például el lehet utazni egy másik városba, és ezt maga a cég támogatja, hogy te face-to-face leüljél valakivel pizzázni például. Vagy vannak kafécsetek, amikor mit tudom én összesorsol a gép, és akkor mit tudom én iszod a kávét a saját konyhádba, a másik is vissza a kávéját a saját konyhájába, de mégis beszélgettes. Tehát a technológia azért hozzáférhetővé tett dolgokat, sokkal alacsonyabb lett a belépési küszöb. Nem kell erőltetni, kulturálisan más. Vannak emberek, akiknél ez működik, vannak emberek, akiknél nem működik. Mert alapvetően, most elmondtam tényleg sok dolgot, meg lehet, hogy igazad van, hogy ez tök utopisztikus tud lenni, de egy valamit ne felejtsünk el, az egész történet, az, hogy mi lesz a végeredmény, az rajtunk, individuumokon múlik, és minden esetben rajtunk múlik. És a saját korlátainkat ismerni kell. Legyen jó önismeretünk, és ne basszuk át magunkat, mert ez tényleg sehova nem vezet. Hogyha én tudom magamról, hogy teljesen alkalmatlan vagyok távmunkára, akkor bármennyire tetszik nekem, mert szexi és buzzword az, hogy remote-ba dolgozok, de nem megyek el remote-ba dolgozni, mert tudom, hogy nem fog működni. Ugyanez vice versa igaz. Tehát minden az individuumon múlik. End of the day, ti lesztek azok, akik ezt meghatározzátok. És az a másik jó hírem, hogy nyilván fontos az, hogy egy szervezet hogy működik, milyen értékeket vál magáénak, de ezek az értékek, ezek alapvetően nincsenek kőbevésve. Optimális esetben egyetlen egy dolog van kőbevésve, az a miért. Én miért csinálom, miért csinálja maga a szervezet, és én miért akarok ehhez a sztorihoz csatlakozni. Ez egy viszonylag víz dolog. Ez megint csak az individuumnak a személyiségéből fakad. De az, hogy mi a way of working, arra már ráhatásom van. És meg tudom mondani azt, hogy mit tudom én nem akarok déli stand-upot csinálni. Mi a déli stand-upnak a lényege? Az a lényege a déli stand-upnak, hogy terjedjen az információ. Hogyha helyette le tudok ülni, mit tudom én mindenkivel páros programozni, és be tudom tartani azt a három szabályt, ami a perprogramingban van. Van driver, navigator, és cserélünk óránként, vagy két óránként a párokat. Akkor ez az információ terjedni fog. Akkor mindenki tudja, hogy mivel foglalkozott a másik, akkor nincs szükség daily stand-upra. Tehát minden mellett lehet egy rakás prót is, és kontrát is felhozni, de nincs olyan, hogy silver bullet. Tehát van, ami működik egy adott környezetben, van, ami nem működik egy adott környezetben, de mindig tudjuk ezeket a dolgokat változtatni, ilyen lassú vízpartot most. Nincs több kérdés? Akkor nem állnék a sörötök útjába.
Én még itt maradok egy picit, pár órát, mert még én is sörözök. Nyugodtan beszélgetünk, bárki jöjjön a hozzám. Köszönöm szépen! Kérdezzetek nyugodtan még, hogy beszélgessetek erről a témáról, mert azt gondolom, hogy egyébként hogy sok mindenkiben van egy csomó gondolat, csak így nem biztos, hogy van erre most lehetőség, hogy ezt így nagyon kifejtse, vagy hogy egyáltalán elinduljon egy párbeszéd, de most még itt van rá lehetőség. Úgyhogy maradjatok még, igyatok, töltsetek ki kérdőívet, hogy legyen nekünk is visszajelzés, és köszönjük, hogy eljöttetek. Február 24-25 talán a következő bírápunk, 25, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel.